tekintélyes 220 méteres hosszával nem csak a peronokhoz való eljutást könnyíti meg a két ütemben elkészült gyalogos felüljáró, hanem összeköttetést létesít a Mártírok útja és a vasút déli része között. Varga Tamás országgyűlési képviselő hangsúlyozta, hogy a vasútállomás és a Budapest-Székesfehérvár vonal megújulását követően további fejlesztések valósulnak meg. Reményeink szerint a jövő év elején kiíródik ez a közbeszerzés, aminek eredményeképpen meg tudjuk valósítani azt az intermodális csomópontot, amely kicsit idegen hangzó nevet visel, de egy vasúti és egy buszpályaudvar fejlesztés lesz majd, és így sokkal könnyebben érhető el a vasúttal a tovább csatlakozó buszközlekedés, illetve fordítva, és megépül majd ennek a fejlesztésnek a keretében egy közúti felüljáró, amely a vasúttól délre eső területet, amelyet a déli összekötő úttal most föltárunk, összeköti. Mészáros Attila, a polgármester elmondta, a város és a teljes agglomerációjának is fontos a fejlesztés, hiszen közös érdekünk, hogy minél többen használják a közösségi közlekedést. Ennek következő lépése lesz majd a gyalogos felüljáró déli oldalán egy 150 férőhelyes autóparkoló, gépjárműparkoló, autóbuszállomással, buszmegállóval kiegészülve, illetve 100 darab kerékpár tárolóval. Ezzel is azt gondolom, hogy mentesülni fog a város közösségi közlekedése már olyan értelemben, hogy aki a vasútállomásra szeretne jönni a déli városrészből, vagy a megye déli részéről, neki nem kell a Széchenyi-Horváth keresztülésen túljutnia az, hogy elérje a vasútállomást. A Székesfehérváron átívelő vasútvonal nemzetközileg is stratégiai fontosságú. Indul egy környezetvédelmi hatástanulmány, amely biztosítja azt, hogy Varsó, Budapest, Székesfehérvár, Győr, Pozsony és Bécs össze legyen kötve. Itt nagy sebességű vonatok tudnak közlekedni, és az egész gazdaságnak, a turizmusra ráfér egy ilyen fejlesztés. Úgy gondolom, hogy ez az emberek érdekét szolgálja. A felüljáró lelkének számító acélszerkezet súlya meghaladja 200 tonnát. Ezt különleges eljárással éjszakánként a vasúti forgalom megzavarása nélkül emelte be a kivitelező.